Megépült Székesfehérváron az új csarnok, ez annyira megtetszett, hogy rögtön hazaigazoltál? Úgyhogy, hogy igen. De nyilván csarnok, mert azért az is hozzátartozik olyan imponál, amit a Fehérvár az utóbbi években ugye úgy a csinált csapat szinten, tehát nem véletlen csapat második évben van ott a Bajnokok Ligájában. Bajnoki döntőt játszottak, úgyhogy tényleg ez nagyon büszke vagyok, és nagyon boldog, hogy van egy olyan magyar csapat ma Magyarországon, ahova tényleg idézőjelben hangzik, de megéri nekem is hazajönni, és meg tudják teremteni azokat a körülményeket, amiben jó hazajönni, és nagyon boldoggá tesz, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ez sikerült. Családilag ez már tervben volt, hogy haza kéne jönni? Beszélünk róla már nyilván egy ideje, 15 éves korom óta nem éltem itt, tehát persze a honvágy azért mindig ott van picit az emberben, de úgy éreztem, hogy eljött az a az időszak az életem, amikor jól lenne egy picit hazajönni, az meg tényleg abba tolnám, hogy a Valen tényleg milyen csapatot tudod kiépíteni Európa szinten, tehát azért szakmailag se kell nagyon visszalépni, sőt. Úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy ezt így sikerült megcsinálni még a VB előtt. És akkor térjünk rá a válogatottra, milyen volt ez a délelőtti edzés? Fárasztó. Több mint egy hónapja nem nagyon mozogtam, vagy több mint egy hónapja az utolsó meccsem, úgyhogy nyilván kicsit savasodnak a lábak, meg minden más baj van az embernek. Itt érzem, hogy picit öregszem én is talán, de jó volt, úgyhogy ezek jól esnek, jó a hangulat, tényleg jó az idő, úgyhogy jó itt lenni. Ugye a válogatottból többen távol maradnak, vannak akik visszamondták a válogatottságot. Ez a generációváltás, ez be kell, hogy következzen mindig. Mennyire lesz nehéz pótolni azokat, akik nincsenek már itt? Biztos nehéz lesz, de azt gondolom, hogy azért a sporttörténelem ez már párszor megtörtént, úgyhogy nekünk is ezzel együtt kell élni. Ez normális, hogy emberek visszavonulnak, esetleg lemondják, sőt, még ugye vannak, akik megjátszanak jelenleg is, úgyhogy még ez a csapat is még azért alakul, míg a Bozanova kiutazunk. Biztos, hogy egy picit meg fogja kavarni, de azt gondolom, hogy az legutóbbi generációváltás, amikor mi jöttünk fel, mint fiatalok, most már mi sem vagyunk annyira, akkor ez viszonylag jól sikerült. Ugye két alcsoportot is sikerült játszanunk azóta, úgyhogy remélhetőleg ugyanezt fogjuk ezt a tendenciát megmutatni a fiatalokkal most. Mit vársz a bolzánói világbajnokságtól? Egyértelmű a feljutás a cél. Mi kell ehhez? Szilasi Zoltán azt mondta, hogy minden mérkőzés egy hetedik mérkőzés lesz. Azért az első hármat be kéne húzni ahhoz, hogy aztán utána a szlovénok és az olaszok elleni mérkőzés tényleg tétjel legyen még. Azt gondolom, hogy a reális célkitűzés a feljutás nem lehet. Tehát, hogy azért a lejtást talán maradva az csodál talán nem lenne, de egy nagyon nagy teljesítmény lenne, és nagyon sok mindennek jól kéne történnie, tehát azért van egy olasz, egy szlovén, mi is ott vagyunk, a japánokat láttuk most olimpiai selejtezőben, egy Korea, Románia, úgyhogy azt gondolom, hogy reális célkitűzés nem lehet a feljutás, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így legyen. De amit mindig is szoktam mondani, nagyon klisé, hogy tényleg itt meccsről meccsre kell menni, mert mindenki ellen egyszer játszol, ráadásul 7 nap alatt 5 meccsed van, úgyhogy ha itt nagyon előre gondolkodsz, akkor bajba vagy. Az első meccs azt gondolom, hogy a legfontosabb, tehát ahogy mondom, generációváltás van, sokaknak az első VB-je lesz, vagy ha nem is az első, de nem a sokadik, úgyhogy sok tapasztalatuk nincs, úgyhogy az első meccs fontos lesz, hogy ott úgy játszunk, hogy remélhetőleg győzünk, és akkor az ad egy önbizalmat, hogy kitart a VB végéig.